Brajer Péter külpolitikai újságíró, azzal a kettősséggel állítom szembe a következő beszélgetésünket. Jó reggelt kívánok! Hogy Irán és a megállapodást megszavazó államok nagy örömmel üdvözölték azt a megállapodást, amely az iráni atomprogram egyfajta kordában tartását hivatott szolgálni. Izrael állam és néhány megszólaló politikus viszont tragédiának, történelmi hibának nevezte mindezt. Ennyire kétféleképpen lehet látni, vagy ennyire mások az érdekek, amik a megszólalókat ez a megállapodáshoz fűzik? Mindennek két oldala van, vagy talán még ennél is több. Mások azok az emberek, akik ezt a szerződést aláírták, jó maguk sem hisznek benne. Hisz, hogyha megnézzük azt, hogy Obama sajtótájékoztatóján botrány tört ki, Netanyahu sajtótájékoztatóján az angol külügyminiszter szinte az izraeli miniszterelnökkel összeveszett, akkor ebből kiderül, hogy nem világos az, hogy mibe állapodtak meg. Ezt a megállapodást évek alatt készítették el. A tárgyalópartnerek egymás kérdéseit sem hitték el. Mindannyian nyomon követtük azt, hogy az irániak mikor mit ígértek és mit tartottak be. Ugyanakkor én egy paralel azt a képet állítanám föl, hogy már lassan nem lehet Irán felé repülőjegyet kapni, hisz az aláíró hatalmaknak az üzletkötői, a külkereskedői már útba vannak Teherán felé. Hiszen ez a megállapodás az irániak számára azért létfontosságú, mert a csökkenő iráni gazdasági teljesítményt olyan módon hozza helyre, hogy az embargó alól felszabadítja Iránt. Igen, ugyanakkor még sok ember felszabadul, hisz ezeknek a plusz anyagi forrásoknak, amivel Irán most rendelkezni fog, ez megdagasztja majd a Hizballah, Nasrallah és sorolhatnám milyen terrorszervezetek pénztárcáit. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy Irán az a nagyhatalom, mert bárhogy is vesszük egy nagyhatalom, aki a terrort direktbe, egyenesbe támogatja. Nem véletlenül, hogy fogadja Szaúd-Arábia, hogy fogadja Jordánia, hogy fogadja Egyiptom ezt a szerződést. Ugyanakkor arról is beszélnünk el, hogy az amerikai szenátusban nekem úgy tűnik, mintha faltól falig mind a két vezető párt faltól falig koalíciót kötne abban, hogy ez elfogadhatatlan. Természetesen az amerikai elnök akarja, akkor meg fogja vétózni, és ő ezt alá fogja írni. Ez magával hozhatja, nagyon érdekes az izraeli belpolitikában is azt, hogy a cionista pártok, akik ma opozícióban vannak, ellenzékben vannak, és a Likud tömb által vezett párt létre fog hozni egy nemzeti egységkormányt. Hiszen ez számukra is egy hívó szó. Ez össze is függ azzal, amit egyébként kérdeztem volna, hogy Izraelen belül meg Netanyahu támadják azzal, hogy eltaktikázta ezt a történetet. Rosszakkal, rosszkor, rossz pillanatban veszett össze, vagy kötött barátságot, és gyakorlatilag ez üt vissza. Nem az én feladatom Netanyahu miniszterelnököt értékelni. Nagyon nagyra tartom őt. Viszont idővel át kell adni a fiataloknak a terepet. Nagyon érdekes, Jair Lapid, a magyar származású Jair Lapid, aki ezen a választásokon nem pont a győztesek között van, és nem került be a koalícióba, ő már is erre a trónra tör, tehát ő szeretne a miniszterelnök lenni, sokan szeretnének Izraelben miniszterelnökök lenni. Ugyanakkor nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy ez a plusz forrás, ami a terrorszervezeteket érinti, és itt egy pillanatra meg kell állnunk, és tőlem szokatlan módon a magyar belpolitikáról is kell két szót emelni, hisz a reggeli adást figyeltem, és szinte minden megszólaló beszélt a menekültekről, az újkori világjárásról, akik között találunk tényleg olyanokat, akiken nem látszik, hogy egyenesen Szíriából jöttek, tehát az útpora nem látszik rajta. Elmentem Fótra, és érdeklődtem a lakosok körében azon fiatalkorúaknak, embereken, akik úgy adják ki magukat, sőt, mélyebbre mentem, természetesen nem fogom fölfedni a forrásaimat, sem önnek, sem másnak. Olyan vizsgálatokat sem végeznek el ezekkel a papír nélkül érkezett szíriai menekülteknél, hogy megállapítsák, hogy tényleg hány évesek. Nem fogadják el a segítségeket, és én ugyan egy tegnapi sajtótájékoztatón kérdésemre válaszolva, a miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter azt mondta, hogy fokozott biztonsági
intézkedéseket vezettek be. Én ezt nem látom elégségesnek. Én úgy érzem, hogy azokat, akik fiatalkorúaknak adják ki magukat, de szemmel láthatólag nem fiatalkorúak, és Szíriából érkeznek, érdemes odafigyelni, már csak azért is, mert ha jól értettem, akkor a Schengeni határ is mi vagyunk, tehát nem csak önmagunkat, hanem egész Európát mi kell, hogy biztosítsuk. Most ezzel az információval, még ha nem is mondja meg a forrását, lep meg minket, hogy Fóton olyan fiatalok vannak, akik nem fiatalkorúak, csak azt mondják magukról, és úgy gondolja, hogy a terrorfenyegetettséget az ottani jelenlétük növeli? Igen, így határozottan ezt állítanám, és ezt azonnal össze is kötöm azzal, hogy az iráni újabb pénzforrások ezeknek a terrorszervezeteknek táptalajt adnak. De egy pillanatra ugorjunk vissza, hogyha időnk engedi, hogy mi is történik a Közel-Keleten az iráni egyezménnyel kapcsolatban. Izrael népe a ma reggeli statisztikák szerint 78%-a Izrael népének elutasítja ezt az egyezményt. Ennek egyenes következménye talán, hogy létrejön, mint már korábban említettem, a Nemzeti Egységkormány, aminek el kell érni az amerikai szenátusban lobby tevékenységgel, illetve ki kell nyitni a világ szemét, hogy Irán már sokat ígért, de percek alatt rúgta ki a megfigyelőket, és Izrael felé már lőttek ők ki rakétákat, én ott voltam, a helyszínről közvetítettem, én úgy érzem, hogy erre nincs még egyszer szükség, annál is inkább, mert ma már felkészültebb és hathatóbb rakétákat lőnének. Irán ezzel a megállapodással lehetőséget kap a polgári célú atomprogram folytatására, szoros ellenőrzés mellett. Igazából azon vitatkozik a világ vitatkozó része, hogy ez a polgári felhasználás és az ellenőrzés elégséges-e arra, hogy a katonai célú felhasználás az atombomba elkészítését megakadályozza. Breyer Péter, köszönöm szépen a beszélgetést. Rögtön folytatjuk. Wimbledoni bajnokok érkeznek hozzánk. Érdemes figyelni ránk, rájuk.